Szalagavató a Szent Annaiban, halálos gázolás Kisújszállásnál, Albert Krisztián állatpreparátor élménybeszámolót tartott, befejeződtek az új iparterületfejlesztés kivitelezési munkái Karcagon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. január 26-án 18 óra 5 perckor. Megtartotta szalagavató ünnepségét a karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium végzős osztálya. Rendhagyó szalagavató ünnepséget rendeztek a karcagi Szent Annai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium végzős osztálya számára. Az iskola aulájában tartott ünnepségen a diákok a műsor elején szalagot tűztek az iskola vezetésének és osztályfőnöküknek, Gyökeresné Tóth Máriának, majd ezt követően ő helyezte fel a szalagot tanítványainak. A 12. C-s diákok irodalmi műsort adtak elő. Eljött a szalagavató napja. Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen. Az ünnep a különbözés, az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl rá, testben és lélekben. És nem csak a naptárnak van piros betűs napja, az élet elhoz másféle láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre. Íme, elérkezett a perc, az ünnep. Mérföldkő, hol megpihenhet az utazó. Forrásvíz, hol felüdülhet. Mintha csak tegnap történt volna, hogy átléptük az iskola küszöbét, alig fogadva szívünkbe a felsősök hitét, hogy immár megvívták harcukat, s nyitogatják az életre táruló kapukat. Ez a kapu ma nekünk tárul. Miénk a csoda, a varázs, baráti kezeket egybefonó szalagavatás. Egy jel, amit ma szíveinkre tűznek, híd az iskola, tanáraink és az élet között. Győzelem, kitartás, sok tanulás fölött. Ezen a hídon most átmegyünk, s a túlsó parton újra együtt leszünk. Egy kis szalag rajta két röpke dátum. Vonal közte, életed vonala. Pontosabban egy kis szakadt belőle. Ezernyi emlék tündöklő fala. Egy kis szalag, mely annyi mindenről szól. Barátság, tudás, álmok, félelem. Hogyan is félnere, amit jelenthet, diák múltad, mely már történelem. Egy kis szalag rajta két ismert évszám. Hogy mit takars, hogy neked mit jelent, a múlt időt, a kezdetet és a végét, hol elérted a régen vált jelent. Egymásra nézve, talán először érezzük mindnyájan, igen, ez egy olyan pillanat, olyan, mikor nem számít az, hogy mennyi mindent másképp látunk. A lényeg, hogy itt együtt állunk, s osztályá váltunk az elmúlt évek alatt, intsünk hát búcsút az elmúlt éveknek, söleljük magunkhoz boldogan, mi még megmaradt. Most kéz a kézben állunk itt együtt, útra készen, mosolygunk egymásra, és nem gondolunk másra. Csak arra, mi emlékkészel idül, ez legyen az útra valunk az igazi világba. Mindjárt szülei, és mind akit szeretünk, nyájas köszöntéssel te hozzád sírtunk. Időn kedvedért, a bár hiányos család, vígan ülj körül mindenki asztalát. Kedves fiú, hát én mit adjak most neked? Egy édes csemegét, ízelgő éneket, lengyem érdemeit, ó, azok lehetnek, állasz még küszöbén ifjú életednek. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod, az erő micsoda? Akarat, mert előbb vagy utóbb, de borostyát ad. Nem esem bizalom, de ne az önhítség, rugói lelkedet, nagy célra feszítség. Legnagyobb cél pedig itt, a földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Sejtő, kedves ifjú, poharom cseng érted, légy ember, ha majdan, azt az időt éled. Mikor a szépet megismerik, felbukon a rót is, mikor a jót megismerik, felbukon a rossz is. Lét és nem lét szüli egymást, nehéz és könnyű megalkotja egymást, hosszú és rövid alakítja egymást, magas és mély kulcsolja egymást. Sok hang összeolvasztja egymást, korábbi és későbbi követi egymást. Ezért a bölcs sürgés nélkül működik, szó nélkül tanít, néz az áramlást, és hagyja nem erőlködik. Alkot, de művét nem birtokolja, cselekszik, de nem ragaszkodik, beteljesít művét nem félti, és mert magának nem őrzi, el se veszíti.
maradnak az igazak és a jók, a tiszták és békességesek, erdők, hegyek, tanok és emberek. Jól gondolja meg ki, mit cselekszik. Likasszák már az égben fönt a rostát, és csillagok tengelyét olajozzák, szorgalmas angyalok. És lészen csillagfordulás megint, és miként hirdeti a Biblia, megméretett az embernek fia. És ki mint vetett, azon képen arad, mert elfut a víz, és csak a kő marad, de a kő marad. Annyi minden van, amit úgy szeretnél, néha bánt, ha tudod, távol a cél. Vagy tán épp a cél előtt tűnik úgy, most hogy tán van erő, és te mégis tovább mész. Lehet égben nyúló csúcs, ami hív, néha oly magasra vágyik a szív. Sűrű útvesztőbe érsz, de a csúcsra gondolsz, és csapdáidtól többé már nem félsz. Mert te is fényre vágysz, mint minden, ami él. De amikor célhoz érsz, és boldog lehetnél, már is új tervre gondolsz, már is új útra indulsz, és az életben épp ez a szép. A szalagavató ünnepség fénypontja volt a bécsi keringő, melyet Sebők Szabó Ildikó táncpedagógus tanított be. Az est végén egy-egy szál virággal köszöntötték a szülőket, majd közös keringővel ünnepeltek. Sötétedés után sötét ruhában gyalogolt a 4-es számú főútvonalon egy idős nő Kisújszállás külterületén. Egy arra közlekedő kamionos nem vette észre és elgázolta a nőt. A nyugalom megzavarására alkalmas tudósítás következik. A baleset részleteiről a vármegyei rendőrségi sajtóosztálya tájékoztatott. Egy vontatóból és a hozzá kapcsolt pótkocsiból álló jármű szerelvény közlekedett a 4-es főúton, Kisújszállás külterületén Kenderes irányából Karcag felé, sötétedés után, mikor elütött az úton egy ott sötét ruházatban közlekedő gyalogost. A baleset következtében a gyalogosnő a helyszínen életét vesztette. A baleset helyszínén a sofőr arcának mutatását nem vállalva sokkos állapotban nyilatkozott a televíziónknak. Jöttem Hajdúszoboszló felől egy kamionnal, és mégis sötétben láttam, csak egy sötét alakot előttem, és onnan a csattanás történt, és onnantól kezdve a megtörtént a baj. A rendőrség a baleset kapcsán felhívja a figyelmet, hogy a gyalogosoknak az úttesten vagy az úttest szélén közlekedéskor lakott területen kívül mindig bal oldalon a jármű forgalommal szemben kell haladnia. Ez azért nagyon fontos, hogy így az autó mozgásából láthatjuk, észrevette minket a sofőr, ha pedig nem húzódik az úttest belső részére, a felező vonal felé, hogy kerüljön minket, még van lehetőségünk arrébb lépni. Arra is felhívja a figyelmet a rendőrség, hogy nagyon fontos szabály, hogy éjszaka vagy korlátozott látási viszonyok között lakott területen kívül az úttesten, útpatkán, leállósávon tartózkodó gyalogosnak fényvisszaverő mellényt kell viselnie, ellenkező esetben a jármű vezető számára szinte láthatatlanok maradnak, ami rendkívül baleset veszélyes. Két hetet töltött Kínában Albert Krisztián állatpreparátor. Szakmai feladatai mellett turistáskodni is maradt ideje, tapasztalatait pedig fényképes, videós előadás keretében osztotta meg. Ritka lehetőséget kapott Albert Krisztián. A fiatalember 8 éve kötelezte el magát egy csöppet sem szokványos, szabadidős tevékenység mellett. Állatokat preparál, szakterülete pedig a koponyák és a csontok konzerválása. Szabadidős tevékenységként állatpreparálással foglalkozom. Azon belül koponya és csontváz preparálás a fő szakterületem, és néhány hete jött egy lehetőség, hogy Kínába látogathattam, ahol egy kéthetes szakmai szemináriumot tartottam egy ilyen tanszerellátó és preparátumokat is készítő gyárban. Amikor Kínába mentem, akkor természetesen a szakmai meghívásnak tettem eleget, azonban ott nem csak a szakmai dolgokkal foglalkoztam, hanem az élet minden területén, a mindennapi élet, illetve az ottani kultúra minél több elemét próbáltam magamba szívni, és egyrészt nem csak mint egy szakember, hanem mint egy turista is mindent fényképeztem, mindent gyűjtöttem, és ezekről az élményekről szeretnék most beszámolni előadásom keretei között. A délkelet Kínában található Fujian tartomány fővárosában, Fuzhouban tölthetett két hetet. Ez egy 7 milliós, kínai mércével mérve nem is olyan nagy város. Itt működik egy tanszergyártó vállalat, amely oktatási segédanyagként állatpreparátumokat is készít. A cég munkatársait képezte Krisztián, ám az előadás sorozat mellett maradt némi szabad ideje, így azt sem töltötte tétlenül.
Igazából ahhoz képest csak egy kis szeletét, ugyanis végig egy város határán belül tartózkodtam. Ez egy dél-kelet Kínában elhelyezkedő város, ez Fujian tartománynak a főváros, a Fuzhou, egy 7 milliós lélekszámot számláló tengerparti város. Hát ez igen, ez egy relatíve kis város, így van, tehát ez pontosan, ahogy Tajvan szigetétől átérünk a kínai partokra, ez pontosan ott van. Kikötőváros, és igazából végig a városfalain belül voltam, de így is rengeteg dolgot láttam. A nem mindennapi lehetőségért Krisztián alaposan megdolgozott. Hobbiját olyan szinten műveli, hogy az állatpreparálás háromszoros Európa-bajnokának mondhatja magát. Elhivatottsága, a szakmai sikerének híre pedig immáron Kínában sem ismeretlen fogalom. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat és a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft. Konzorciumi együttműködésében a korábban a Karcagváros önkormányzatának tulajdonában álló 13,6 hektáros, 539/3 helyrajzi számú belterületi ingatlanfejlesztés valósult meg 2,28 hektáron a terület közművesítése és új üzemcsarnok építése által. A projekt teljes költsége 864.910.555 forint, amely 100%-ban visszanemtérítendő támogatásból a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat, illetve a 100%-os tulajdonában álló Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei területfejlesztési ügynökség non-profit Kft. Konzorciumi együttműködésének keretében a 2014-2020-as terület- és településfejlesztési operatív programból a TOP kötőjel 1.1.1 kötőjel 16 kötőjel IN2 kötőjel 2020 kötőjel 00001 azonosító számú projekt keretében támogatást nyert 864.910.555 forintból iparterületfejlesztését valósította meg Karcagon. A projekt célja Karcagváros önkormányzatának tulajdonában álló 13,6 hektáros belterület fejlesztése volt, amely korábban Karcagváros településrendezési tervének módosításával kiemelt fejlesztési területté nyilvánított, közművesítetlen ingatlan volt. A beruházás Karcagváros északkeleti szélén, az északi Újtelepváros részben a 34.101-es számú országos közút, a Vágóhíd utca melletti területen az 539/9-es helyrajzi számon valósult meg az alábbiak szerint. 6,5 méter széles kétsávos belső telepi út kiépítése tervezett, körülbelül 2000 négyzetméteren, betonburkolattal, csapadékvízelvezetéssel. A belső út mellett ivóvíz, szennyvíz, elektromos áram, gáz és telekommunikációs hálózat gerincvezeték kiépítése valósult meg közmű kialakítási pontokkal. Az első ütemben 2,28 hektár körbekerítésével üzemcsarnokhoz kapcsolódó belső telepi úthálózat építése és parkoló kialakítása, a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása is megtörtént. Első ütemben a körbekerített 2,28 hektáros iparterületen portaépület, illetve egy 990 négyzetméteres üzemcsarnok épült fel a szükséges szociális és irodai kiszolgáló létesítményekkel. Az üzemcsarnok tetőszerkezetére napelemek kerültek elhelyezésre hőszivattyús fűtési rendszer telepítésével. A projekt sikeres megvalósításával a vármegyei önkormányzat céljai teljesültek, hiszen egy ilyen beruházás során nem csak a gazdaságélénkítés, a munkahelyteremtés fontos, hanem a területi kiegyenlítés elve alapján az is, hogy a Nagykunság fővárosa, Karcag egy olyan belépő zónája legyen a térségnek, ami az M4-es közelettével megteremti a lehetőséget a meglévő vállalkozások megerősödésére és új vállalkozások betelepülése előtt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Kellemes hétvégét, viszontlátásra!